művészetben, képzőművészetben, táncban, bármiben éppen a maszktalanság, a vágy, tehát valami olyan primér, ősi, erő behatásra megfogalmazott önazonosság felmutatása, és nem egészen önzés, egoizmus, egy másik néppel, vagy egy másik teremtéssel való megosztásra indul a művészet, hogy a jó ez a szó, hogy maszk, maszk nélkül, mert a rákosi rezsi maradt például rengeteg költő, hogy életben maradjon maszkosan írt verset. Na az volt a több ezer éves kultúrtörténet egyik meghazuttolása. Általában az írás, ha már itt a költészetnél járunk, én úgy érzem, inkább a megtisztulás lényege, minden munka egyfajta szembenézés, öngyónás, ha kell, önfeladás, amitől a dolog súlyossá, értelmessé, olykor elismerem követhetetlenné válik, ki kell mondanom, itt nem az a bűnös, aki a követhetetlenséget elköveti, hanem az, aki ezt nem követi. Viszont az egész világ a politikától kezdve főként igenis maszkban játszik. Jó, ezt megírta már Shakespeare is, ugye, hogy maszkban játszik, x ledöfik, lelövik, barátságot színlelnek, és így minden olyan ősi emberi érték, amely akár a szerelmet jelenti, a barátságot, én hiszek a barátságban, nagy dolognak tartom. Az adott szóban, amely többet ért, mint egy írás, ha te egyszer odaadtad a kezed valakinek, és azt mondja, kérem, így van. Szóval ezek a kicsi dolgok, mert elmúltak, ez minden maszk. Költőnek születtem, és megkaptam azt a jogot ha kell a Nagy Úr Istentől, hogy amit igaznak érzek, néha lehet, hogy finomabban kéne, mert katona családból is származom, és nem szabad mindig kard ki kard angard, már csak azért sem, mert a Biblia is azt mondja, aki kardot ránt, kard által vész el. De aki nem ránt kardot, ugyanúgy elvész, csak még le is köpik. A Pilinszki írt egy zseniális verset a fákról. Nem tudjuk, mi az a végtelen zöld, amely egy fa kívül és belül. Édesanyám hársfa akart lenni, mindig mondta, hallál, hogy ha hallál, ő hársfa szeretne nem. Egyszerűen a fák bölcsessége, az a mélység, nem csak az, hogy a gyökér mélyből, a vulkánból, föl az égre, mert ez nem filozófia, megsimogatom őket. A fűzfához azért van olyan viszonyom, mert volt, amikor nem volt szél, mert azt mondta, hogy oda lengeti. Megsimogatta az arca. Én beszélek hozzájuk. Más is van így. Egyszerűen a fa zseniális. Mély. Nekem a fa... Szemmel foghatóan, hogy ilyen rossz kifejezést használjak, maga a rendszeres feltámadás és megújulás tárgyi bizonyítéka nem csak a húsvét, hanem az, hogy nagy téli álmat alszik és bölcs. Ez szakrális vidék. Itt van közel a dobogókő, ez a világ szíve. Na most ez is Magyarországon van. Nekem ez a hely erőt ad. Nem csak azért, mert találtam egy magyar úrasszonyt, akiben mélységes megértés, szeretet és erő van, bár nem szoktam a vállaira támaszkodni, bár minden, mint férfi, bizony, leveroskodunk, és nélkületek, úrhölgy, nehezen kellett felállni, több okból is igaz ez itt mindenki a tájban él, a nagyisten vigyáz rá, és idén egy költő. Hát nekem ez annyi erőt ad, hogy ezt nem lehet szavakba önteni, a fene tudja. Csak van. Amikor nem lesz, Döbrentei Kornélul úgy eltávozik, elegánsan, pontosan, mint az elefántok akikben van büszkeség és emlékezet. Bennem is van emlékezet. És hiszek.